derbi az derbi, akkor is hajjége játszák. Az UTE és az FTC jégkorongozói ebben az idényben először a Magyar Kupa negyed döntőiben találkoztak egymással, a mérkőzésre az NSO TV is kilátogatott, hogy megmutassa, miért érdemes a két csapat összecsapásán élőben szurkolni. Bemelegítésképpen nézzünk meg néhány védést. Egy jégkorongmeccs, pláne egy presztízs csata velejárója a keménység. Ebből nem is volt hiány Újpesten. Na, hogy a bunyó sem maradt el. A csata hevében néha egy-egy felszerelés is elvesztette a gazdáját. Persze örömtáncra is voltok, hiszen 5 gól is esett a mérkőzésem. Döntő első találkozója után, tehát a Fradi várhatja előnnyel a visszavágót. Aki kedvet kapott a hoki derbihez, kedden a Tüskecsarnokban csap össze újra a két csapat, majd december 4-én az Erste Ligában is megmérkőznek egymással.